Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai csütörtök esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Makón is egyre több a covidos, hamarosan berobbanhat az 5. hullám. Büfével bővült a makói jégpálya. 20 000-en látogatták meg a Makói Múzeumot, amely idén is tervekkel néz a jövőbe. A mai nappal megkezdődött az oltási akció a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben. Emellett a makói háziorvosok is regisztráció nélkül várják már ezen a hétvégén a pácienseket. Többek között erről beszélt Ábrahám Judit háziorvos magazinunkban. Mindemellett felhívta a figyelmet arra is, hogy hamarosan berobbanhat városunkban is az 5. hullám, hiszen az általa levett tesztek szinte mindegyike pozitív, ami azt igazolja, hogy elindult az esetszámok növekedése. A mai adatok alapján a járványhelyzet rohamosan romlik Magyarországon. Az új esetszám december 10-e óta a legmagasabb. Ennek oka, hogy az Omikron lényegesen gyorsabban terjed, mint a koronavírus korábbi mutációi. Az is biztos, hogy a következő hetekben sokan fognak megfertőződni, közülük az oltatlanok és azok, akik régen kapták meg a második oltást, és nem mentek harmadikért. Bár az Omikron a deltánál enyhébb tüneteket okoz, de kiszámíthatatlan, hogy kire miként hat, fogalmazott magazinunkban Ábrahám Judit. Kétfajta állásfoglalás van, az egyik a nagyon optimista, hogy enyhe lefolyású és csak minimális felső légúti, a picit pesszimistább az az, hogy sajnos ő is meg fog minket picikét támadni. Nyilván elsősorban azokat fogja érinteni, aki oltatlan, vagy pedig nem kellő számú oltást vett fel. Az átoltottság további növelése és a járvány 5. hullámának megfékezése érdekében a mai nappal megkezdődött az oltási akció a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben, emellett pedig a házi orvosok is szerveznek ilyen napokat. Januárban oltási hetek, hétvégék vannak. Külön választanám, oltóközpont, oltópontokon, csütörtök, péntek, délután, szombati napon, regisztráció, időpontfoglalás nélkül, első, második, harmadik oltás és gyermekek oltása mehet. 12-17 éves korosztály harmadik oltása, vagy akár első, második is, illetve az 5-11 éves korosztály első oltása. Házi orvosok minden hétvégén olthatnak, ők jelölnek ki egy hétvégét, amikor péntek este, estig és szombaton egész napot vannak a rendelőben, 8-tól 6 óráig. Ott tisztelettel kérném a lakosságot, hogy előre jelezzék a házi orvosuknak, hogy mit szeretnének, melyik oltóanyagot. Az első hétvégén 4 házi orvos fog Makón oltani, többek között én is. És a betegeim már meglepően nagy számban a szombati napra bejelentkeztek, és ennek még egyetlen örülök, és köszönöm a bizalmukat felém, hogy jönnek oltakozni. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb ajánlása szerint azok az oltatlanok, akik átestek a koronavírus fertőzésen, várakozási idő nélkül olthatók. A 4. vakcinával kapcsolatosan megtudtuk, hogy bevezetése egyelőre nem indokolt, azonban a járvány alakulásának a függvényében később dönthetnek erről. A műsorban elhangzott az is, hogy vannak, akik az influenza és a koronavírus fúziójától tartanak, hiszen ilyen esetek is megjelentek már. Ezért mindenkinek ajánlják a védőoltást, mely akár együtt is felvehető a COVID injekcióval. Hosszabb beszélgetésünket a híradó után a hét hírében láthatják. Ünnepélyes keretek között adták át szerda délután a makói jégpályán található melegedőt, az úgynevezett hüttét. Az eseményen jelen volt Farkasév Erzsébet polgármester, valamint Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség alelnöke. A jégpályát Bíró István görögkatolikus parókus áldotta meg. Még 2009-ben merült fel először, hogy a városban lakók igényt tartanának egy jégpályára. Az azóta eltelt idő nem csak az aktív kikapcsolódásé volt, hanem a fejlesztéseké is. A Maros Téli Sport Egyesület az elmúlt években csaknem 100 millió forintot költött a jégpályára közösségi finanszírozásból, TAO támogatásból, valamint Lázár János a térség országgyűlési képviselőjének közbenjárásával. Makóváros önkormányzata kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden korosztály felé igyekezzen olyan sportlétesítmények, közösségi tereket kialakítani, ahol a mozgást népszerűsíthetik. Farkasév Erzsébet polgármester elmondta, a járványhelyzetben talán erre még nagyobb szükség van. Az Egyesület a nyár folyamán új sátrat húzott fel, öltöző és szanitár konténereket építetett. Fontosnak tartották egyrészt a szülők felé, másrészt a versenyre látogató érdeklődők számára. Ezt hosszasan tárgyaltuk elnök úrral, hogy legyen egy olyan melegedő, vendégmelegedőnek vagy hüttének neveztük el,
ahol ténylegesen egy kicsit melegebb környezetben az érdeklődők megpihenhetnek, gyermekeiket még itt edzenek, vagy versenyeznek, addig itt meg is tudják tekinteni, és nyilván beszélgetni is tudnak a szülők. Tehát egy igazi közösségi teret, hogy alakítsunk ki. A munkálatokat Szügyi László csanádpalotai asztalosmester végezte. Az eseményen jelen volt Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség alelnöke, aki kedves szavakkal illette az egyesület munkáját. Nagyon sok pályán jártam, hála Istennek, hiszen mostanában is hétről hétre nyílnak új pályák, hasonlóan nagy és kis településeken, de kevés olyan klubot ismerek, ahol ilyen összefogás van a szülők és a szervezők között. Tehát amikor a Facebook oldalon olvasom, hogy még nyáron is milyen aktivitás van, jönnek a szülők takarítani, festeni, palánkot állítani, öltözőket kialakítani. Ez nagyon-nagyon szép dolog, hogy ezt önzetlenül és önként mindenki teszi saját maga, illetve a gyerekének az érdekével. Asztalos Péter, a Maros Téli Sport Egyesület elnöke szintén háláját fejezte ki az alelnök felé, hiszen nagyon sokat köszönhetnek neki, folyamatosan a makói klub mellett áll. Bíró István parókus egy évvel ezelőtt igazolt le az egyesülethez, mint amatőr jégkorongozó. Mint mondta, jó érzéssel tölti el, hogy láthatja, hogyan fejlődnek a gyerekek, ehhez pedig egy jó edző kell. Peti azt hangoztatja mindig, hogy az egyesületet a szülők szeretete tartja össze. De látjuk azt is, én magam szülőként, hogy ez a szeretet azért nem mindig hibátlan. És van, hogy nem mindig épi. Én ma elhoztam az Isten áldását erre a pályára, és hogy miért. Azért, hogy ő legyen az edzőnk abban, hogy jó emberek legyünk. Az atya ezt követően korcsolyával a lábán végig siklott a pályán, és áldotta meg azt. A vendégeket zárásként jégtánccal örvendeztették meg. A 2021-es évben rekordot döntött a makói József Attila Múzeum látogatottsága. A járvány ellenére több mint 20 000-en keresték fel a kiállításokat és az egyéb rendezvényeket. A jövőre nézve a legfontosabb tervük, hogy méltó módon emlékezzenek meg József Attila Makón írt művére, a Szépség koldusára, melynek megjelenése 100 évre nyúlik vissza. Az intézmény igazgatója felelevenítette a 2021-es év történéseit. Ilyen volt többek között a zárt ajtók mögötti szakmai munka, amelyeket a múzeum munkatársai végeztek a pandémia időszaka alatt, vagy az adattár elhelyezésére szolgáló bútorok lecserélése. Az állomány védelme is elengedhetetlen volt, így jelentős előrelépésnek számít az az új raktárépület, ahová bekerültek a salgópolcok, valamint a jéggyárban lévő tárolóhelyiségek ablakainak cseréje is. Pozitív változás, hogy a foglalkoztató helyiséget és a folyosót ki tudták festeni a múzeumban, így kicsit megújult közegben tudták fogadni a nyár folyamán a táborozó fiatalokat. A kiállításokból sem volt hiány a koronavírus idején, hiszen több alkalommal is szabadtéri tárlat fogadta a hagymaváros lakóit a jeles napokon. A múzeum ajtaja is megnyílt a feloldások után, és felpezsdült az élet, így nem csak a pályázatok és a háttérmunkával kellett foglalkozniuk a szakembereknek, hanem a különféle események szervezésében és lebonyolításában is kivették a részüket. Ilyen volt többek között a közlekedési eszközökről szóló, majd a Marosról készült képzőművészeti kiállítás. Ezt követte a múzeumok őszi fesztiválja, és végezetül az Adj egy órát Makónak, amelyekhez kísérő programokat is szerveztek. Mozgalmas és sikeres év áll az intézmény vezetősége és dolgozói mögött, amelyet a számok is mutatnak. Csúcsokat döngetünk, fél évig tudtunk nyitva tartani, és a 20 000-es látogatószámot hoztuk, és hát a bevételünk is ezt tükrözi. Hát ez köszönhető igazából a Covidnak, hogy nem nagyon mennek az emberek külföldre, hanem a belföldi, fel nem fedezett vidékeket, tájakat látogatják meg, és mi úgy tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik a városunkat, és ha már a hagymatikunkba elmennek, azért egy napot vagy fél napot a múzeumban is eltöltenek, úgyhogy alig győztük a nyarat a táborok mellett, hogy minden csoportot, minden vendéget végig tudjunk vezetni, vagy be tudjuk mutatni nekik az intézményt. Továbbá Szikszai Zsuzsanna hozzátette, hogy az állomány gyarapításra is volt lehetőségük, amelyekkel további terveik vannak. A 2022-es év egyik legfontosabb feladatára is kitért az intézményvezető, amely a Szépség koldusa 100 címet fogja majd viselni.
2022 József Attila nélkül és a szépség koldusa nélkül nem telhet el. Én nagyon szeretném, ha mindenhonnan ez hallatszódna, hogy 2022, hogy 100 éve jelent meg, és itt Makón, és itt őrizzük ugye a szépség koldusa eredeti példányát, és hát Juhász Gyula, József Attila, Espersit, és hát mindenki, aki akkor élt, segítette ezt a fiatal költőt. 100 év, a centenárium, ez egy olyan szép kerek esztendő és egy évforduló, hogy minden erről fog szólni, reményeink szerint. Persze nagyon sok évforduló lesz azért ennek ellenére, vagy emellett is, de mi most ezt céloztuk meg. Továbbá a Mincenti szoba is megújul, amelyhez kapcsolódóan szeretnének majd egy időszaki kiállítást rendezni, a bíboros életéből és abból a néhány napból, amelyet Makón töltött. Majd városunkban is megcsodálhatják a Kézdivásárhelyről érkező Gábor Áron féle rézágyút. Az egyik legfontosabb dolog, amit 2021-ben elértünk, az az általános iskolánk nagy volumenű felújítása volt. Így kezdett bele Radó Tibor évértékelő beszámolójába. A pitvarosi polgármester emellett sok más olyan beruházásra is kitért, amelyek szintén pozitívan befolyásolták a település tavalyi költségvetését. Pitvaroson 2021-ben a járványügyi helyzet ellenére számos projektet sikeresen meg tudtak valósítani. Kívül belül újjászületett például a Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt helyi katolikus templom épülete mintegy 50 millió forintból. Radó Tibor polgármester azonban az egész mikrotérséget érintő fejlesztésről is be tudott számolni, amely a tavalyi év egyik legfontosabb mérföldköve volt. Talán egyik legfontosabb dolog, amit 2021-ben elértünk, az a tankerülettel közösen az iskola felújítási pályázat, hiszen egy nagyon-nagyon komoly felújításban vehettünk részt. Teljes mértékben megújult az iskolaépületünk, teljesen modern és új környezetben, illetve új eszközökkel várják vagy tanítjuk a diákokat, hiszen szeptember 1 óta már birtokba is vették az iskolát. Hozzátette, az elmúlt időszakban a Magyar Falu programban 15 millió forintból felújítottak egy tanári bérlakást, ahová az érintett pedagógus már be is költözhetett. Hőszigetelést és nyílászáró cserét eszközöltek az épületen, amely napelemeket és egy új fűtési rendszert kapott. 2021. decemberében átadták a Dózsa György utca egy 500 méteres új koptató réteggel ellátott szakaszát 24 millió forintból. Tervben van, hogy ezt folytatják, hiszen így szeretnék elérni azt, hogy a közlekedők el tudják kerülni Pitvaroson a főutat, ha azon baleset vagy bármely más fennakadás történik. A költségvetési főösszegünk a pályázati támogatásokkal együtt bőven 800 millió forint fölött volt, de ebből több mint 350 millió forint a elnyert és jelenleg közbeszerzés alatt álló kerékpárútfejlesztési pályázat Csanádpalotával közösen. Ez az összeg jelentős egy ekkora településnek, és nyilván ez látszik is a költségvetésen. A polgármester elmondta, egy friss januári fejleménynek köszönhetően a helyi postai szolgáltatás megoldásával kapcsolatban is lesznek változások körülbelül 1-1,5 éven belül. Erről részletesebben későbbi híradónkban számolunk majd be. Vízkereszt ünnepe van ma. Ez az egyházi esemény Jézus isteni feltárulkozására utal. Érdekesség, hogy a görög eredetű epifánia szót használják rá szinonímaként, ami megjelenést jelent. Az alkalomhoz kapcsolódó hagyományokhoz híven a Signum két tannyelvű egyházi általános iskolában Pálfai Zoltán római katolikus plébános szentelt vízzel szentelte meg az osztálytermeket és áldást kért az egész közösségre. Három bibliai történet is összefüggésbe hozható vízkereszt napjával. A keleti egyházban ilyenkor elsősorban Krisztus Jordán folyóban való megkeresztelkedésére és a kánai mennyegzőn történt csodatételre, amikor a vizet borrá változtatta, irányul a figyelem. Nyugaton a napkeleti bölcsek, vagy ahogy népiesen ismerjük, a három királyok, Gáspár, Menyhért és Boldizsár kerülnek a középpontba, akik felismerték a kis Jézusban a megváltót. Nekünk is ez a nagy feladat, hogy mögé nézzünk az eseményeknek, meg Jézus személyének, aki nem csak ember, hanem Isten, aki nem csak egy nagy tanító, vagy nem csak egy bölcs próféta, hanem az Isten küldötte, aki 2000 évvel ezelőtt hús-vér ember élet, és aztán nyilván a megváltásért értünk keresztalált, szenvedett és föltámadt. Áldjon és őrizze meg az Úr a hajlék lakóit, fordítsa felétek tekintetét, adja nektek békességét. Az évezen napjához kapcsolódik a házszentelés hagyománya. Ebből az apropóból Pálfai Zoltán atya végigjárta a Signum iskola osztálytermeit, és liturgikus cselekedetek közepette megszentelte azokat. Felírom akkor az évszámot.
a Gáspár Menyhér Boldizsár kezdőbetűk mellé a 2022-t. A tradíció közé tartozik ilyenkor hazánkban az is, hogy az ajtóra felkerülnek a napkeleti bölcsek nevének kezdőbetűi, de emellett a CMB változatot is szokták használni, mely a latin Christus Mansionem Benedicat formula rövidítése. Magyar fordításban ez így hangzik, Krisztus ezt a házat áldja meg. Az Oktatási Intézmény Hitoktatói Munkacsoportjának vezetője Gottfried Katalin Hedvig nővér megosztotta velünk, a hívő embereknek nagyon fontos, hogy lehetőleg az élet minden eseménye, színtere megszentelt legyen, mert ezáltal közelebb kerülhetnek az Úrhoz. A külső és belső bajoktól is kérünk védelmet, és azt is, hogy az a szeretettek az ellenségei, a gyűlölet, az irigység, a ilyen megszólás, vagy egymásnak a bántása, azon tudjunk úrrá lenni, ha ilyen támadna föl a szívünkben, és hogy mindezt kérjük, amikor együtt imádkozunk ezért, és hogy ez is fontos, hogy ez közös ima, de azok közül is kiemelt helye van, mert áldás, amivel hát az Isten oltalmát kérjük erre a házra, erre az intézményre, és mindenkire, aki benne lakik. Érdekesség, hogy a népi kalendáriumban január 6-a a karácsonyi ünnepkör zárónapja. Ilyenkor szokták lebontani a feldíszített karácsonyfát az emberek, valamint ekkor veszi kezdetét a farsangi időszak, mely 2022-ben egészen március 2-ig tart. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Makón is egyre több a covidos, hamarosan berobbanhat az 5. hullám. Büfével bővült a makói jégpálya. 20 000-en látogatták meg a Makói Múzeumot, amely idén is tervekkel néz a jövőbe. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd a Hét Híre című hírháttér magazinunkkal várjuk Önöket. Ezután Társalgó című színes, kulturális magazinunk következik, majd az idősek karácsonyából készített összeállításunkat láthatják, végezetül pedig a Visegrád című ismeretterjesztő filmet mutatjuk meg Önöknek. Kedves nézőink, ez volt a január 6-ai csütörtök esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom Önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!